Tisztelt miniszterelnök úr, Ildi vagyok, 19 éves egyetemista. Nekem nincs elegem, de szomorú vagyok és mérges. És ön felelős ebben. Szomorú vagyok, mert nem törvényszerű, hogy napról napra jobban aggódjak a saját jövőm és Magyarország jövője miatt. Azt látom, hogy csak a kihasználatlan energia, az elpocsikolt energia. Lenne szükség ezekre az energiákra. Például az oktatás minden szintjének folyamatos fejlesztésére. Például a hajléktalanság, mint szociális kérdés valódi kezelésére. Például a gyűlölködések megszüntetésére. Önök a rájuk bízott energiát sok esetben kifejezetten rosszul használják fel. Tudom, hogy gazdasági és szociális kérdésekben nincsenek egyértelmű igazságok. Éppen ezért hiba és felelőtlenség meg sem kérdezni, vagy mellőzni a szakértők véleményét rendszeresen. Én nem vagyok képzett közgazdás, sem szociálpolitikai szakember. Mégis már 19 évesen meg tudom ítélni, hogy kinek higgyek. Annak hiszek, aki nem beszél mellé, aki racionális alapon érvel, aki nem kerüli a kínos kérdéseket, aki hajlandó figyelembe venni mások véleményét, mindenkiét. Más dolgok pedig vita tárgyát sem képezhetik. Az aluljáróban munkaterületté nyilvánítják azt a néhány négyzetmétert, ahol korábban hajléktalanok húzták meg magukat. Az hazugság. És ez nem elfogadható. Függetlenül attól, hogy az aktuális törvények szerint tartózkodhatnak-e hajléktalanok az aluljáróban. Számomra ez is annak a jelzése, hogy a kormány nem csak a hajléktalanokat, melegeket, cigányokat veszi semmibe, hanem minden magyar állampolgárt. Mert több héten keresztül minden reggel és délután a szemembe hazudtak. Erre nincsen kifogás. Ez semmilyen elmúlt 8 év nem magyarázhatja meg. Az nem jó, ha szabadkozni, magyarázkodni kell, miért nem tervezek hosszabb távon külföldre menni, tanulni vagy dolgozni. De akármilyen feltételekkel nem maradok itt. Rendszeresek a gyűlölködő megnyilvánulások az utcán, a médiában, a parlamentben. És ezekre nem érkezik meg nyugtató válasz. Stagnálat a tanárok fizetése, miközben a kötelezettségeik és kiadásaik nőnek. Az új választási törvény olyan mértékben torzítja a szavazások eredményét, hogy kétségessé válik a megválasztott képviselők legitimitása. Értem én, hogy nehéz egyensúlyt találni a tisztán arányos és egyéni képviselős rendszer között. Na de milyen igazság van abban, ahol a nyertes szavazat a duplán számít? Sajnos, vagy nem sajnos, de egyre kevésbé vannak illúzióim. Például tudom, hogy a jelenlegi kormány demokratikus elköteleződésű erők általi leváltása nem oldja meg egy csapásra a családok, az ország, az emberiség problémáit. De elengedhetetlennek érzem a problémák kezeléséhez. Egy dolgot köszönök önöknek, egyre jobban tudom, hogy mit szeretnék, mint magyar állampolgár, és ezért hogyan tudok tenni.